A sajtótájékoztató summázata az volt, hogy a válogatott elvégezte a kitűzött munkát és mindenki készen áll a feladatra, vagyis a románok elleni pénteki ütközetre. Ugyanakkor nem volt túl bőbeszédű a kapitány, mondván nem akar semmit elárulni a románoknak. Arra az újságírói kérdése viszont, hogy egy esetleges döntetlennel elégedett lenne, azonnal rávágta, hogy igen. Of course. Kérdésünkre, hogy a két remek formában lévő kapus, vagyis Király és Dibusz között milyen szempontok döntenek majd, azt válaszolta Ben Stork, hogy a Fradi hálóőre Dibusz legalább olyan jó formában van, mint a haladás kapus a Király Gábor. Ennek ellenére semmi oka nincs, hogy változtasson kapusposzton, ami azt jelenti, hogy minden bizonnyal Király Gábor nevével kezdődik majd pénteken este a magyar válogatott összeállítása. A sajtótájékoztató végén az egykori Fradi játékos Tőzsér Dániel foglalta össze a csapatkérését a szurkolók felé. Az egész csapat nevében mondhatom, hogy készen állunk a mérkőzésre, amit ugye hát az országnál talán csak mi játékosok várunk jobban, úgyhogy nyilván jó lesz a holnapi nap. A munkát, amit kellett, elvégeztük, teljesen rendben van a csapat, és várjuk a mérkőzést, tehát nem kell, én úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést nagyon túl stresszelni, hiszen az sülhet el esetleg rosszul, és ugye ezúton szeretnénk mondhatom megint szerintem a csapat nevében, hogy beszélhetek, hogy a szurkolókat is megkérni, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez a mérkőzés ugye az országnak. Higgy el mindenki, hogy nekünk még többet jelent, hiszen mi leszünk a pályán, és mi játszhatunk Magyarországért. De nem szabad elfelejteni, ugye, hogy még van ezután a mérkőzés után 3 mérkőzés, amiből szintén van egy nagyon fontos mérkőzés itthon. És nagyon nem szeretnénk a zárt kapus mérkőzésen lejátszani, hiszen lehet, hogy az lesz éppen a sorsdöntő. Nyilván mindent el fogunk követni holnap, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, de igazából ez még 4 mérkőzés, ami hátra van a selejtezőből, és az utolsó után húznak egy vonalat, és akkor fogjuk meglátni, hogy ugye kijutottunk vagy ne. Tehát kérjük arra a szurkolókat, hogy minket buzdítsanak, és tényleg mellettünk álljanak, hiszen ugye láttunk már arra precedenst, hogy milyen szankciót hozhatnak a szövetségek ugye a válogatottak ellen, vagy válogatottakkal kapcsolatban. Fradi szurkolói kedvezménykártyával országszerte több mint 700 helyen vásárolhatsz kedvezményesen. Ezzel nem csak megspórolhatod jegyed vagy bérleted árát, de a Fradit is támogatod. Élj meg minden vásárlás győzelemként!